már teljes, ugye, Tamberinek az érem kollekciója, immár a világbajnoki cím is megvan, az EB meg az olimpiai győzelem után. És akkor talán jöhet a női 100 A döntője. Reméljük, hogy minden oké a rajtgépekkel. Na mindjárt kiderül. 10 perces csúszást azért csak összeszedtek, úgyhogy szerintem bele fog egyébként férni. A következő futószám azt mondjuk 52 nagyjából, majd nem sokkal később, de én szerintem le fogják dolgozni. Na látod, ennyit a svájci pontosságra. Igen, ennyi. Próbálkoznak, aztán ennyi. Az ötösön tehát innen Thompson Hera, a négyesen Kambonji, a kettesen Clark, a hatoson Forbes. Jó rajt. Én Thompson jelenleg már ott az első-második helyen. Szépen a hetesen Lanzik volt, és most veszi át a vezetést Thompson Hera, és övé lesz a futamgyőzelem. Nézzük az időt. 10.92. Nagyon szép, 11 másodpercen belül először ebben a szezonban, és ez leginkább az önbizalmának tehet jót. Szépen jött a hetesen Lanzikon. Aztán ő a második hely. Kambodzsi lemaradt egy picit. Lemaradt. Nem úgy szedte a lábát, ahogyan várható volt esetleg tőle. Ő is futott már ugye 11 másodpercen belül. Idén nem, de nagyon ott hagyták az elejétől kezdve már. Itt a versenycsúcs elég erős egyébként. Igen, 10.78. Fraser Pice futott a két évvel ezelőtt. Elég erős. Igen. Jó látni azért Thompsont. Ilyen formában. És hát nyilván egy ilyen jamaikai csapatban Fraser Price-szal, Jacksonnal azért nem egyszerű feladat egyáltalán az, hogy vajon ott a nemzeti válogatókon mi lesz, vagy mi a helyzet, vagy mi lesz az olimpiával egyáltalán. Ez a győzelem minden esetre megvan neki. Lanzikó talán el sem hiszi, hogy ez 11 másodpercen belüli futás tőle. Egészen pontosan 10.99, és az egyéni csúcs 200-addal. Akkor ezért örült ennyire. Bizony, 200-addal 11 másodpercen belül. Szép. Nagyon szép. Jó formában a VB bronz után, a 4x100-as váltós bronz.